Azon polgármesterek voltak hivatalosak a pénteki nyírbogáti sajtótájékoztatóra, amely településeket érinti a komplex térségi külterületi útfejlesztési program. Az elmúlt Európai Uniós ciklusban 80 km közút újult meg a választókerületben, mindez a vidékfejlesztési program részeként. A vidékfejlesztési programban az elmúlt 7 esztendőben közel 50 milliárd forint érkezett 55 jogcím alatt a választókerületünkbe. Ez az agrár környezetvédelemtől kezdve, településkép megújításon keresztül külterületi utak rendbetételét érinti. Ilyen formán a kormány beteljesítette azt az ígéretét, hogy a magyar vidék elsőbséget élvez. Geszteréden például a Ludastóhoz vezető út újult meg. A felújítás 2 lépcsős volt, a munkálatok során az utat kiszélesítették és új aszfaltréteget is kapott, de megerősítették a patkákat és mélyítették a vízelvezető árkokat is. Sőt, már az emlékműhöz is megfelelő úton lehet eljutni. De Balkányban is megújult 7 km hosszú külterületi út. A vidékfejlesztési programnak az egyik fontos intézkedése volt a mezőgazdasági külterületi utaknak a rendbetevése, új utak kialakítása, meglévő utak felújítása. Lehetőséget teremt településeket összekötni, mezőgazdasági területeket könnyebben megközelíteni, ezzel hatékonyan, fenntarthatóan és a meglévő gépeknek megóvásában jelentős szerepet tud vállalni. A pénteken bejelentett fejlesztés érinti többek között Máriapócs, Újfehértó, Penészlek, Szakoly, Nyírbogát vagy Kállósemjén külterületi útjait is. Összesen 15 településnek, közel a választókerület felének lakói élvezhetik majd a 3 milliárd forintos fejlesztés előnyeit. Ennek keretében összesen 40 km út stabilizálása vagy teljes útburkolat cseréje valósul majd meg.